Szervusztok, kedves emberek! Itten vagyunk a mai streamen, és az a helyzet, hogy ugye vasárnap általában ilyen beszélgető streamek szoktak lenni, de egy picit most úgy voltam vele, hogy nem kell ezt mindig olyan szinten erőltetni, hogy hát néha egész egyszerűen van olyan, hogy az embernek nincs témája. És most csak az, hogy így elkezdjek így össze-vissza levegőbe beszélni, annak nincs sok teteje. Inkább azt mondtam, hogy ó, és nagyon szépen köszönöm, kedves Nordil, a 9. hónapot, nagyon-nagyon szépen köszönöm, it's been a while, de az a lényeg, hogy itt vagy. Mi ez az anime? Tudsz, mindjárt megmutatom. Szóval a lényeg az, hogy bizony néha van olyan, hogy csak tényleg a levegőből beszélni nincs kedvem, és éppen ezért az van, hogy akkor játszunk egy olyat, ami alapvetően ilyen nyugisabbnak tűnik, tehát mit tudom, nem hentelni kell folyamatosan, meg ilyesmi, és viszont hát közben, hogyha bármi téma előjön, akkor beszélgetünk. Anime szucot hallottam, gondoltam, mert nézek, nagyon picit el kell mennem, bocsi. Igen, konkrétan, mert ezt lejjebb hozom, ezt a kis izékét. Tessék, van ilyen kis izékem is most már, mert hogy ugye jön a hónapja szép lassan ennek a dolognak. Na, szóval a helyzet az, hogy van egy ilyen cucc, a The Wandering Village, és az a helyzet, hogy ezt nekem Edem ajánlotta, ezt a játékot, és megnéztem egy-két videót róla, meg ilyen előzetest, meg ilyesmit, és a helyzet az, hogy állítólag ugye ez valamilyen Ghiblis, hogy hívják, ilyen filmen, vagy sorozaton, vagy ilyesmin alapul, de megmondom őszintén, hogy a kivitelezésen egyáltalán nem látszik, tehát nincs benne az idegesítő, leveses tányér szemű nyavajatörés, amit én nem szeretek az animékben, hanem ez egy teljesen normál, kedves, ilyen kézzel rajzolt, hátteres, kicsit rajzfilmes hatású dolog, és éppen ezért azt mondom, hogy miért ne, ugyanis a játék az meg nagyon-nagyon jónak tűnik, ilyen kis kedves stratégiának. Na, mielőtt neki megyünk, azelőtt először is azt mondja, hogy megnézem, hogy kiköszönt már be, tehát Roland, Vandorv, Dobisan, Beth, Nightbot, Colorwolfi, Nordil ugye a 9 hónapos timestamp-el köszönt be, nagyon szépen köszönöm még egyszer, Richard, Grumpy, Mikey, szakadó esőben a Dunaparton a kocsiból. Hát addig jó, amíg a kocsin belül vagy, ugyanis a kocsiban nem szakad bele az eső. Hamarosan lehet nyomatni a Hello Wind, így van. Spooky season, ja, szia Bécs. Laputa, nem tudom. Most épp minusz 10 streamen a játékbe is húztam, ja, és Phoenix 003, hello, Laputa. Bár, hogy hangzik már az, hogy Laputa? Az teljesen olyan, mint valamilyen egyje-petje Laputa, tyupi-tyupi nyanyanya. Tehát ilyen magyar, mit tudom, ilyen óvodás kimond, vagy ilyen kiszámolós. Na, szóval a helyzet az, hogy Laputa. Igen. Szóval lényeg az, hogy belekezdünk ebbe. Na most van egy érdekes vonulata ennek a játéknak, de ezt még nem tudom, hogy hogyan kell. Ugye itt az a lényeg, hogy egy ilyen nagy szörnynek a hátán kell menekülnünk, és szép lassan építeni egy falut, meg egy ilyen kis közösséget magunk köré, mert ez egy ilyen de nagyon nagy szörny, és akkor ugye a tetején meg nő a fű, meg a fa, meg a hű, meg a ha. És éppen ezért ugye, hát mint ilyen Settlersekben, meg minden egyéb ilyen kis nyavajákban, ugye vannak ilyen kis lakosok, akik dolgoznak. Na most ezeket a lakosokat valahogy Twitch-en el lehet nevezni. Érdekes vonulat a játéknak, hogy dino alatt vonul, igen. Szóval a lényeg az, ja, igen, tehát hogy a chatről lehet valahogy elnevezni ezeket a falusiakat, valamint a nagy szörnyállatnak az útvonalát is a chat tudja eldönteni.
Nem tudod csak sokat a stream? Nem tudom, hát nálam ugye a másik irányba megy. Szóval ezt nem tudom viszont, hogy hogy működik, tehát hogy milyen parancsok kellenek hozzá. Esetleg, ha valaki közben ezt meg tudja nézni nekem, hogy hogyan tudjátok ti Twitch-ről irányítani ezt a dolgot. Én ezt onnan hagytam mind a kettőt, és nem tudom, hogy hogy működik, de hogyha ti kitaláljátok, akkor használjátok egészséggel, és nevezzétek el őket. Na, hát én el is indítom, és közben meg ugyanúgy beszélgethetünk, és mondjátok, hogy mi történt veletek, meg egyebek. Csak itt most igazából velem nem történt olyan nagyon extra sok minden, mint volt egy depressziós outburstem, ami nem egy jó dolog, de arról meg nem is akarok beszélni, ne legyünk rossz kedvűek. Egyébként meg, hát vicca még mindig szegény beteg egy kicsit, de azért most már talán egy kicsit jobban van. Szóval hát szegényként holnap most már elindul a munkában. Aztán ennyi. Még a netem is szármosan stabil, így van. Szétáztam a platós zenés közben, hát az szar ügy. Az szar ügy, de a zene az mindenen túlmegy. Na, egyelőre legyünk noviszok, mert hát most first time players, tehát mit tudom én, hogy mit. És akkor BZ Music lesz a nevem. A novicénak. Öregöletlen... Igen, azt láttam is, mindenki hatalmas nagy loffokat, meg bármilyen egyéb dolgokat küldjön ennek a csodálatos Grumpy Line-nak, mert hogy hát állítólag öregebb lett egy évvel, öregebb nem tapasztaltabb. Szóval én is most gyorsan így küldök egy ilyet, és mindenki szeretgesse az sünit. Úgy zárom a hetet, hogy bölcsesség valami kis szívburkot okozott nekem. Az hogy... Ez a kettő, ez... Wow. Remélem, hogy ez megoldódik, mert ez nagyon hülye hangzik. Na, közben elstartolunk. És ha esetleg valaki majd rájön arra, hogy a fenébe lehet... elnevezni chatről őket, akkor... Ott van a szörnyike. Ilyen földszörny orszacs. The Wandering Village. Na. Ő itt az öreg. A falunak az öregje. Mennyire jó, our people, the Newmans, a nyománok. Ez mennyire édes, és nem tudom, ha valakinek nincs meg, az előző néhai drága pici macskámat úgy hívták, hogy Dr. Nyomárkai Ottokár, egyébként lány volt, és éppen ezért Nyomár néven, vagy Nyomárka néven működött, tehát most az, hogy nyománokat fogunk irányítani, hát ez mennyire cuki. Na, tehát nyománok. Na most így a... Aha. Tehát így ez a szörny, aminek a hátán vagyunk, az ez. Most alszik. És majd megyünk. És ez a szörny itt most alszik. Na először is nyissuk meg az Elder Notebookját. Jól van. Igen, hát ebben vannak a mindenféle, így csináld a dolgodat, cuccok. Move the camera. Okay, move. Yeah. Pause the game. Set the speed to 4x. Jó. Okay, ez is megvan, de kis izé mi. Na, 6 sátrat csináljunk. És én azt mondanám, hogy a sátrakat próbáljuk meg olyan helyre csinálni, ha nem zöld, mert én azt gyanítom, hogy a zöld az a termőföld. 4, 5, 6. Ráadásul csinálj egy ilyen kis utat is. Na. Ott alszik, nézd meg a kis tyűtyüke, ott milyen cuki már. Szia, hat is! Szóval itt alszik ez a drága kis lény, és itt nyomulnak
az emberek a hátán, és elkezdik. És látszik, hogy szuszog, nézd meg, tehát, hogy itt látszik, hogy szusz. Így altasd a sárkányodat, igen. Na, megcsináltuk a 6 darab sárkány, vagy sárkány, 6 darab sátrat. Tents, ugye tent-e, baba tent-e. 10 fát leszünk szívesek harvestelni, és csináljunk 8 tentet. Jó, hát akkor harveszteljünk, ilyen harvest tool, H betű. Na, ezt lesztek szívesek. Azt hiszem, hogy nem 10 darab fát kell, hanem ugye a fából... itt van minden, ami létezik, de mindegy. Jó. Tehát, hogy a fából... Minden fából x darab fa jön ki. Tehát ilyen felhasználható fa. Átfakarás! De majd mindjárt megnézzük. És akkor megnézzük, hogy van ez a gyorsítás dolog. Kapásból meg is van a... Üzére. A gyors gomb. Még mindig alszunk. No hornblower built. Az nem tudom mi. Aha, és itt látom a resource-okat. Berry, wood, stone és water. Oké. Okay. Húzom ki magam, igenis. Nos, te így hova mész? Ja, te mész a berrykért. Igen. Oké. Okay. Na most, ki hozza ide, ja igen, hogy csináljak még kunyhót. Mert hogy, addig nem hozzák gondolom ide a fát, amíg az nekem nem kell. Jó. Ja, nálam egyébként finom tea van, mármint hogy real tea, nem ilyen bóti. Jó, ez is bolti, de hogy tea, you know. Nagyon szép a csokor, napraforgó. Vicának hoztam, mert neki a kedvenc virágja. Csak gondoltam, most bepakolom így a háttérbe, hogy szépeskedjen nektek is. No. Ezek itt jönnek és építenek, és boldog. Aha, itt még azt is látom, hogy fogy a kaja, és hogy 16-an vannak itt most épp az állaton. Várjál, az állat? Még mindig alszik az állat. Jó. Na. Csináljátok a sátorot. Nagyon jó. Na, ezt is megcsináltuk. Csináljunk egy berry gatherert, azaz bogyógyűjtögetőt. Azt gondolom a bogyókhoz érdemes csinálni. Jó, legyen itten. Csináljunk még egy utat is vajon, hogy... Igen, azt mondja, hogy a falusiak kicsit gyorsabban mennek a Dirt Road-on. Hát akkor... Így, meg így. Na, jó. És mi kell ehhez? A wood meg stone kell, stone egyelőre van annyi, és wood meg azt meg hoznak innen. De szerintem nem lesz elég egyébként. Szóval... Vágd le. Meg most eléggé, most vannak ilyen idle workerek, ami azt jelenti, hogy ugye arcok, akik éppen nem dolgoznak semmit, tehát nekik szerintem így kiadom a munkát, hogy addig ti gyerekek harveszteljetek, mint az állat. Így, legyen szépen kő is, meg a prioritize any task, tehát priorizáljak munkát. Ja, és egyébként rá, igen, tehát ezt most úgy hívják például, hogy Taki, és megy a kőért. Ezt meg úgy hívják, hogy Cassia. Nem tudom, hogy le tudnak mászni a jószág hátáról, és van. Állítólag később valahogy lehet ilyen küldetéseket indítani, de még nem vagyok ebben teljesen otthon. Jól van, priorizáljuk ezt a legmagasabbra. És akkor most mindenki ezt fogja építeni. Igen, most már építés folyik. Nagyon jó. Okili-dokili, meg is épült. Farmot is kell konstruktálni. Na, azt gondolom viszont, hogy... Q-Lord, nagyon szépen köszönöm a 14. hónapot. Irtózatosan jó nekem. Nagyon, tényleg egyébként. Borzalmasan. Azt mondja, hogy a farmot, azt...
Akkor csináljuk meg ide. És... Hogy van? Igen, majd ha kész van, akkor meg tudunk neki határozni olyat, hogy hogy hol termeljen. Hopp, lehet, hogy elindult a majom? Nem, még csak izé... Még csak horkol. Ja, itt is lehet látni. Ja, igen, itt lehet látni, hogy most alszik, és nincs megpoizonálva, nincs megmérgezve. 3% éhes, és 11% álmos. Tehát azt gondolom, mikor lemegy nullára, akkor indul el. De milyen kis lábacskái vannak, nézd meg. Parma, hol félünk, ja. Na, itt fát kell hozni erőteljesen, de ők hozzák. Nagyon jó. Gyerekek, ez eddig tetszik, aztán nagyon remélem, hogy nem lesz ilyen itten kései settler szintű köcsökség benne, hogy hogy ilyen nagyon-nagyon minden összefüggés teljesen elveszünk benne. Na már építik, jól van. És itt mit lehet látni? Village. Ja, hogy ez ugyanaz, ami ez a gyors gombok vannak, értem. Jó, oké, értem. Na, assign plots to your farm, és 3 worker legyen benne. Hát akkor adjunk plotokat, ahol lehet farmoskodni. Így né. Egyelőre ennyi szerintem tök jó. Settlers a mai darab. Igen, hát ugye folyamatosan vannak új Settlersek, de azért bevallom őszintén, hogy nekem mondjuk így a Settlers 2, meg valamelyest a Settlers 3 volt a nagyon-nagyon favorit. Aztán hát utána ez azért így... Aha, 2 air well, tehát hogy levegőkutat kell csinálni, ami a levegőből kiszedi az oxigént, ha nem is az oxigént, de a vizet. Na. Air well. Well. Most vajon ami ott van kő alatta, azt kiszedik még mielőtt megkonstruktálják? Vízbű veszi ki a oceánt. Na. Igen, ugye nekem is. Hopp. Nézd, most kell föl az állat. Ott kell fölnézd. Jaj, de nagy. És közben nem hánynak szana szét mindent a kis settlerek? Mert tehát alattam így mozdulna egy ilyen nyavaja, én azért, ha nem is tenger idején állati beteg lennék. Na, ezeket most csinálják, viszont van-e még fa? Igen, itt még van fa. Mi ez a másik színű fa? Hogy ez még nő. Oké, akkor ezt még ne vágjuk ki. Ellenben szerintem azért egy-két fát még ki kéne vágni, mert nem lesz elég. A növekedőket nem vágjuk. Úgy mondjuk ezeket így. Jó. Hatlában legyen meg. Igen. Ja igen, és ráadásul milyen édesen megy. Nem tudom sajnos megforgatni a képet, pedig az jó lenne. És akkor ugye itt megy, és egyre csak az látszik, hogy mi van így körülötte. Aha, valószínűleg ki lehet jönni, mert hogy itt van egy erdő, és scavenger hatot, hogyha építünk, tehát ilyen lootoló kunyhót, nem tudok magyarul. Kimochidra, köszönöm szépen a követést, nagyon. Szóval valószínűleg majd később, hogyha építünk ilyen kunyhót, akkor abból tudunk ilyen felfedezőket összerakni. Nem tengerén állati beteg. Tényleg egyébként ez jól is hangzik. Hopp, közben megcsináltuk a vízgyűjtőket, gyűjtik is a vizet. Nagyon jó. Na, water tanket kell csinálni, tehát ilyen víztározót. Hát azt csinálja meg itt a másik oldalra, így nagyon jó lesz. Aztán pantry, ami ugye ilyen éléstár, vagy magtár, vagy mit tudom én, és material storage, ami meg egész egyszerűen ilyen tárhely. Jó, mondjuk azt oda. Tuti, hogy nem lesz elég a fa, eleve se fa, se pedig kő nincs. Várjál, mik ezek a nagy bizbaszok? Aha, ez az állatnak a tüskéi, ami azt mondja, hogy ki lehet termelni, és követ ad,
de hogy az állatnak a bizalma csökken majd. Ja, a falusok random kapnak neveket a chatben hozzászólókról. Értem. Akkor valószínűleg, hogyha lesznek új arcok. De nézd, itt van Nordil. Tessék, hát betojsz. Nordil szedi a Barryt. Óriási. Szép lassan majd így, ahogy lesznek több arcok. És igen, közben megy a dinó. Egyébként az tök ügyes, hogy közben látszik, ahogy itt így történnek a dolgok. Szóval valamilyen nagyon-nagyon kis csapat csinálja ezt a játékot. Na, akkor szerintem harveszteljünk még dolgokat, és itt van az, hogy harvest trees. És csak full grown objecteket harveszteljen, igen. Így mondjuk, meg így, ezeket így szerintem harveszteljed. És akkor sziklákat is harvesztelünk. Ja, mert hogy ez trees, aha, jó, így, és akkor így, nagyon jó. Oké. Okay. Stabilan érkezhetek, hogy nem dől össze semmi, közben megy a cuki. Hát figyelj, mint hogyha vitorláznának, tehát azért ott is úgy kell mindent megcsinálni, hogy az biztos legyen. De ez egy tök aranyos, tehát hogy ezt én így bírom. Sziklából is van full grown. Hylostone nem, abból nem tudom. Majd kiderül. Nagyon aranyosan vágják itt a fát, meredet. Tessék, itt van Grumpy, ott megy be a farmba. Tessék, ez itt Grumpy. Ő nem tudom ki, de egyre több. Itt van Nordil. Color Wolfi éppen evett. Óriás, ezt imádom. Hát ez ekkora jó, ez tök jó ilyen kis, tudod, ez nem kerül semmibe az égvilágon, tehát alapvetően nem egy hatalmas fejlesztés, de tök ilyen kedves, ilyen hangulatos dolgot ad hozzá a játékhoz, ilyen kis plusz, hogy akkor tényleg a nézők is úgymond magukénak érzik ezt az egészet. Na te ki vagy? Ő még nem. Viszont az van, hogy ő nem tud így kiválasztani nézőket. Aha, jó. A construction tool, research tree. Aha. Akkor valószínűleg majd ilyet is fog tudni csinálni. De jó, na ez egyre nekem tetszik a helyzet az. Kicsit az fura ugye, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen 3D-szerű, de igazából 2D-n nézett. Tehát például itt van ez a cucc, aminek a magassága az egyben, tehát a fizikai, tehát a normál Y magassága az egyben ez a magassága is. De hát ja, nagyon remélem nem halnak meg. Hát így majd igyekszünk, hogy ne tegyék. Na már 48 víz van a víztankunkban, ez nagyon jó, nem fognak szomjan halni a népek. Ó, és beet, azaz mi a beet, várjál, hogy hívják ezt, céklát. Céklát termesztenek ezek a drága jó élőlények. Azt lehet vajon hozzáadni, hogy ha egyre beetet tudnak és kész. Jó. Na, a material storage is megvan, itt tárolják a cuccost, nagyon jó. És most éppen mindenki dolgozik, viszont a kaja fogy, tehát az van, hogy szép lassan majd jó lenne, hogyha aratnának. Itt arat is valaki, Lyman arat. Míg Grumpy éppen palántázik. Csodálatos. Jaj, de jó! Azt hát a útválasztással kapcsolatban, ami mindjárt... Hopp, ezt meg fölhúzzuk izére, IS Priority-re, hogy legyen meg. Szóval két dolgot kell csinálni. Connect the game to the... Az megvan, igen, az megvan, és... Vagy a Hornblower, igen. Aha, tehát majd amikor már én tudok utat választani a szörnynek, akit ezek szerint Ombunak hívnak, akkor 30 másodperce van a csapatnak a cseten, hogy azt írják, hogy yes vagy no.
és felülírják, hogy merre menj el, tényleg arra megy-e. Na most itt mi van az úton? Nomádok, melyik új otthont keresnek. Na, akkor ezek például új emberek lesznek, azoknak tuti kell majd házat építeni. Na, viszont elfogyott a fa, a kivágott fa az elfogyott, akkor sürgősen fát kell vágni. Mert ezek szerint ezt például nem csinálják automatikusan. Oké. Okay. Na, akkor ezt viszont egy kicsit rágyorsítok. Jó, ott kivágta. Ja, közben nézzük már meg, hogy hogy van az állatunk. Poison levelje 0, 11%-ban éhes, és 23%-ban álmos. Azt nem teljesen tudom, hogy ő hogy és mit eszik, tehát hogy nekem van-e közöm ahhoz, hogy ő most éppen jól lakik-e vagy nem. De hát, ki vagyok én, hogy ilyen okosságokat tudjak. Na, ez a pantry, ez na most már készül nagyon jó. Úgy, itt fogják tárolni a kajákat. Nem az embereket rázom, hogy megígye. Hát meglátjuk. Azt mondja, hogy research building, na akkor most csináljuk azt az épületet, ami a, amivel fejlesztünk dolgokat. És ott először egy konyhát fogunk összehozni. Oké. Okay. Ki vagyok, hát én nagyon ki vagyok. Ne legyél ki! Ne legyél ki, minden jó! Na! Ja Istenem, ezt mostanában csinálja a telefonom, de nem csak ennyi, hanem egyébként viccáj is, hogy néha valamit mondok, és bekapcsol a hangasszisztens. Tehát nem kell azt mondani, hogy hello akárki, most direkt nem mondom, meg akkor megint megkapcsol. Ez furi. Na! Tetersz, mi az aki? Hát mi az aki? Jó, 24 fa van és 66 kő, tehát ezt most tudják is csinálni. És akkor azt mondja, hogy válasszam ki a konyhát, mint kutatási terület. Kicsen, aha, mert itt a Hornblower, de most ő azt szeretné, hogyha először konyhát, gondolom, ez kell ahhoz, hogy ne maradjanak éhen a népek. Itt egyre közelebb vagyunk a nomádokhoz, már csak ezért is fontos, ezt gondolom. Na, worker postot kell csinálnunk, ami... Aha, abban tudjuk mi megadni, hogy mivel foglalkozzanak a kis munkáskáink. Hát akkor ez legyen itt. Jó, és kettőt, mint carrier. I am Bex, szia neked is! Haj. No. Ezt is akkor, hát mondjuk fa egy kicsit kevés van, azt lehet, hogy egy-kettőt ráállítok, hogy vágjon fát. Na most akkor nem kell sok, azt sem akarom, hogy így hirtelen kivágjuk az összes fát, mert azzal gondolom megszívjuk. Meg egyébként nem olyan nagyon nagy a terület, szóval gondolom egy idő után azzal fogjuk szívni a fogunkat, hogy... Azért gondolták, hogy jobb egy állaton élni, mint a földön, mert állítólag itt a ilyen útmenti részeknek egy csomó részét azt így valamilyen méreg borítja. És ez az állat, ez ugye fölül, tehát látod, itt van ez az ilyen toxikus szmöty alul, és ez az állat, ez ugye magasabban van, és őt nem bántja. Na, megcsináltuk ezt a cuccost, és akkor kettőt... Aha, kettőnek mondjuk azt, hogy carrier. Aha, jó. Tehát ők a cucchordozók, vagy nem is tudom. Oké. Na most itt a konyhát, az 18%-ban fedezték még föl, tehát nagyon kell gondolkodniuk ezeknek. Mi is az a konyha? Konyha, konyha. Ismerős a szó. Hogy ebben mit lehet csinálni? Lehet ebben vasembert építeni? Nem. Lehet ebben atomreaktort csinálni? Nem. Konyha, konyha, konyha. Na, három workert, mint general worker kell
alkalmazni. Jó, ez is megvolt. Carpenter és Stonecutter, tehát ugye ácsot és hát ilyen kővágó őrsöt kell csinálni. Ez gondolom azért fontos, mert későbbi épületekben már valami fejlettebb fával lehet csak dolgozni. Közben itt csinálom azt, hogy ezért legyen, hogy ilyen tök jó utcák legyenek meg minden. Szeretem az ilyen rendezett dolgok. És te mit csinálod? Azt nem kötelező. Ilyenekre nem buzdítok senkit. Ha valaki szeret donételni, akkor donétel. Meg ha van miből. Ugye? Most ezek... Aha, ezek is ilyen kis fá, vagy ilyen bogyógyűjtögető nyavaják. Na majd, ha sokan lesznek. Tényleg, hol vannak a nomádok? Hol vannak a Most fognak jönni a nomádok, figyelj! Akkor majd szerintem építeni kéne egy-két házat nekik, mert nem fogunk elférni. Jó, talán ennyi most elég lesz, és ezeket felrakom legmagasabb prióra, mert... Ó, és nincs fa! Nincs fa! Lófa! Na, várjál, itt ez már dolg. Na, meg által lehet több esedni. Hát jó kérdés, hogy ezek így kufircolnak-e. Ezt is már építik, tehát akkor tessék elkezdeni fát vágni, mint a szélvész. Megpróbálok mindig egy azon területről vagdalni. Make a decision for the current biome event. Ja, aha! Jó, persze, jöjjenek föl, oké. Okay. Kettő egészséges arc bejött a faluba. Nagyon jó, óriási. Ezek azok? Ó, és itt van Evelyn, tessék, mutatnám, itt jössz. Itt jössz és örülsz, hogy felvettünk, és itt jön Phoenix. Gyerekek, hát nem azt tudok a fejére megsimizni? Hát gyanítom, hogy itt nem nagyon tudok leugrálni, de majd lehet, hogy később. Na, közben majd egy konyhát is kell építenünk, ha majd felfedeztük, de hát az még messze van. Na, ezt tessék megoldani. Vágjatok fát, meg követ, meg dolgok, mert... Aha. Várjál, priónak kell beállítani szerintem azért a favágást. Mert máskülönben ezek most elkezdtek azért a Stonecutterbe meg ilyesmibe hordozgatni cuccokat. Tehát legyen ez mind a legmagasabb prioritás. Vágjátok a fát hűvös halomba. Remélem is ott vagyok vala biztosan. Ott lennék, nem jártak jól, nem sok cégla marad a nektek, de cuki. Jó, na már gyűlik a fa, nagyon jó, ezt el is kezdték csinálni, csak hogy legyen mindenkinek hol lakni, ugye. És ugye most már 18-an vagyunk. Szia, Mingvao! 6. napnál járunk, és ez még mindig megy. Na. Tehát, hol állunk a konyha feltalálásán, ennéket a béklát. Jó, ez mindjárt kész van, és akkor csináljunk egy konyhát. Így, az úthoz szerencsére nem kell semmi igazából, kb. Csak munkaerő. Viszont ide, ha most kb. Mindenkinek van elég munkája, ez most Evelyn jön a fáért. Ők ilyen eredeti emberkék. Itt van Phoenix, valaki éppen zabál. Na, megcsináltuk a konyhát. Igen, nem, még nem csináltuk meg a konyhát. Holnap jön ki az új Monkey Island játék, és fogjuk is tolni jövő héten, nagy szeretettel jelezném. Szóval...
tessék rákészülni. Edemmel beszélgettünk erről sokat, és neki nagyon nem tetszik a grafikai stílus. Bevallom magának az őszintét, Maunika, hogy nekem sem. Viszont attól még egész egyszerűen el kell kezdeni tolni a játékot, mert Monkey Island, és végre a történetért ugyanaz a felelős, aki az első két részért, tehát éppen ezért ez bizonyára egy baromi jó játék lesz, ronda grafikával, de jövő héten mindenképpen fogjuk tolni. Na, azt mondja, hogy Village Doctor, csináljunk Village Doctort, mert ne halljanak meg az emberek, de akkor konstruktáljunk egy kicsit, mert ezt ezek szerint most már lehet. Itt van, igen, gónyha. Tessék, csináljuk a gónyhát. És igen, itt már fa palánk kell, és kő, hát ilyen slab, mit tudom, tehát hogy ilyen vágott kő. Szóval ezt csinálják majd itt, igen, meg már csinálják itt is. Talán van is, itt a izében a... Hát most éppen nincs elég, de... Tessék csinálni nagy erőkkel a követ meg a fát. Aha, de nincs is konkrétan fa, most egyáltalán nincs készleten. Ó, gyerekek! Állandóan fát kell vágni. Na hát akkor ezt mind vágjátok ki. Szia, Matt! Itt csak lassan nyűlik a cucc, mert ezek ugyan csinálják, de hát lassan. A lénynek mire kell a bét? Igen. Köszönöm szépen, minden nagyon átlagos. Viszont nagyon jót játszunk, és ez a lényeg. Az újban kellene veszek olyat a felújított verziók mintájára, hogy egy gomnyomás a pixelsebb lesz a grafika? Szerintem nem. Mert szerintem, tehát ugye az eredetibe azért raktak olyat, mert hát egyszer volt egy eredeti, és hogy a valakiben túlteng a nosztalgia, de ez ugye egy teljesen új dolog lesz. Én úgy gondolom, hogy ebben nem fognak rakni. Na, ezt fölrakjuk legnagyobb prioritásra, és megnézzük, hogy mik vannak még. Újt majd valami gomb. Aha, itt fog kajálni az onbu. Ez mi? Bánya. Jó, de hát egyre ugye nem tudunk kimenni. Na, gyerekek, menjetek dolgokért, mert a dolgok jók. Most hol hányan dolgoznak? Farmon hárman. Hát viszont épp elég a kaja, tehát azt mondanám, hogy annyian dolgozzanak is a farmon. Persze az irányítót. Oké, most egyelőre ugye nagyon kérte itt a játék. Ott nem kellett volna utat választani, volt egy leágazás. Szerintem az a leágazás konkrétan az volt, hogy fölveszem-e az új... ja nem, azért nem tudtunk szerintem még utat választani, mert még nincs útválasztó épületünk. Na. Gyerekek, hordjátok ide a cuccost, mert... Sose lesz itten kész semmi. Kicsit rágyorsítok. Aha, igen, itt írja is, hogy az onbu nem teljesen biztos, hogy melyik utat kell választani a kereszteződésnél. Tehát gyakorlatilag, amíg én nem mondom meg neki, addig ő nem, tehát addig ő ott így totyog. Na, hát gyerekek, csináljátok itt a cuccot. Research building, itt éppen researcholik a Village Doctort. Utána, hogyha az megvan, akkor lehet, hogy ilyen scavenger hátot fogunk csinálni, mert azzal lehet kimenni ilyen... Tehát a scavenger hát arra kell, hogy ezekre a kőbányákra, meg erdőkben, kőbányákra, kispestekre ki lehessen menni. Aha, és ilyen romoknál pedig lehet, hogy talán túlélőket. Aha, na. Nem áll a kutatás, csak lassú. Tehát itt van, látod, 56, 57, minden oké.
A rohadt konyhát tessék már fölépíteni, mert addig nem tudok mit csinálni. De ez tetszik ez a játék! Ez kifejezetten, kifejezetten kedves, aranyos játék. Aha, és most egyre több az idle worker, tehát akik nem csinálnak semmit. Tehát azt fogom csinálni, hogy velük közben én vágatok fát. Így. Hogy legyen alapanyag, most amíg nem kell más csinálni, megvágatok velük követ is. Így, ezeket tessék szépen kiszedni. Senki ne unatkozzon. Hova mennek a nők, amik nincs konyha? Úgy látom, hogy... Bár nem tudom, hogy itt most van-e olyan, hogy nő meg férfi. Tehát ez egy igen jó kérdés. Kutatás vagy követés. Igen. Na most, most elaludta izé, elaludta baba. Jaj, alszik a baba, nézd meg. Nézd, Early Access, a Stream Deck-en perpetual fut, érdekes, hogy a Dune Spice Wars szintén, de azt még nem tesztelték. Hát gondolom ez ki, kinek mi a fontos, tehát itt a izének a fejlesztőknek fontos volt, hogy Stream Deck-en fusson. Na, Scavenger Hut vagy Hornblower, a Hornblower az, ahol lehet újtat választani, akkor választok ilyet, jó? És csináljuk a Hornblower-t. Közben meg lett a Steam Deck-em. Tök jó neked? Még nem is láttam olyat. Mert most ugye minden pénzünk azért a esküvőre készülésre megy. Szóval éppen ezért kb. Most az ígvilágon semmi extrára nem tudok rá tervezni. De hát bizonyos dolgok megérik ugyebár. Na! Készül a gonyha. Óriási, 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 kész is van a konyha. És vagy berry müslit tudnak csinálni, vagy beet soupot. És ez minőségibb. Tehát én azt mondanám, hogy akkor talán csinálja ő, a, vagy csináljanak cékla levest. Na, herbalisztot kell, tehát ilyen növénygyűjtőt kell csinálni, és Village Doctort kell researcholni és konstruktálni. A research megvolt, tehát akkor... Akkor csináljunk egy herbalisztot, ami valahol van. Herbalist, így van. Itt a herbalista, és csinálni kell egy falusi dokit is, az mondjuk legyen itt. Füves, így van. Annyira megkérdezem a céklakrémlemest. Érdekes, én ilyen formában, tehát így normál formában nem nagyon szeretem a céklát, viszont a, tehát például van ilyen, hogy cékla chips, az azért oda vagyok teljesen, azt nagyon szeretem. Na. Ja, ne. Jaj, az se kell, várjál, hülye vagyok, nem kell az oda. Ez most nem tud dekonstruktálni, de... Jó, az nem kell oda, mert hogy ott lesz majd a füvesnek az utca. A bícúb az nem mindig jön, csak a basszustól, de hülye. Jó, ez itt hozza a követ, ki vagy? Lázár. Ezek ilyen ismeretlen nevű emberek, hát mi ez? Csap-csap! Viszont vicca például nagy-nagy-nagy cékla lover. Ő nagyon-nagyon szereti az céklát. Na, itt kész is a herbalista. És akkor neki itten ki kell jelölni helyet, ahol herbalistulhat. Jó, ott a herbalistuljál, nagyon jó lesz. Egyelőre az így elég lesz. És akkor most csinálj városi dokit. Na most fa van, tehát ezért palánkot kell sokat csinálni, és kő is van, tehát tessék nagy erőkkel dolgozni a kőbigyón. Csékleves borscs lehet.
Jó, itt aranyosan vágják a fát hűvös halomba. Na most, Ombu már 33%-ban éhes, és 59%-ban álmos, tehát valószínűleg ő most egészen addig alszik, amíg amíg teljesen el nem múlik az álmossága. Nos, alakjott boldog. Pont nem tudtam rá, néha furán kattintódnak a dolgok. Ja. Oké. Okay. Tehát, ez itt idáig megvolt. Igen, most már csak a Müllis Doktort kell megcsinálni, csak nagyon lassan készülnek a kövek. Összetem a ciklát, különösség annyira se. Ízlés, pofon, whatever. Tényleg így igyekszem ilyen kajabeli ízléssel sose belekötni, mert hogy alapvetően szerintem tényleg egy olyan dolog, hogy most valakinek így alapvetően vagy ízlik valami, vagy nem, ez nem olyan, hogy rá lehet nevelni. Nekem az a kedvenc, amikor így azt mondja, kedvencem idézője, amikor így azt mondják, hogy mit tudom, azt mondja valaki, hogy én nem szeretem a halat, és akkor, mert én tényleg nem szeretem a halat, és akkor, vagy legalábbis nem olyan nagyon, de mondjuk az ilyen tengeri herkentyüket egyáltalán nem. És mikor ezt elmondom valahol, egy csomó szóval azt, hogy de Bézé, hát az jó, hát kóstold, jó lesz az, rá fogsz jönni. Nem kellett több embert jönni a palánkgyárba, most megvárom, amíg szépen bányásznak követ meg fát, mert az mindig fogyó eszköz, és utána egy kicsit így rádolgozom, mert most nincs szabad ember. Itt mutatja, hogy zero idle van. Ha itt mutatja a fejlesztést, az most 38-39%-on áll a... Ez az útválasztó fejlesztés. Viszont, aha, 20 kaja van, az nem túlzottan sok. Inkább a farmra kell sajnos fölvennem egy embert. Mert kevés lesz a kaja. Meg lehet, hogy a konyhába is. Jó, hát itt ez lassan készül, de mindegy, ez majd meg lesz, csak tényleg azt nem akarom, hogy elfogyjon mondjuk a kajájuk szerencsétleneknek. Na, megnézzük, hogy hogy áll a dolog. Szerintem rágyorsítok egy kicsit, mert most úgyse tudok mit csinálni, amíg az elkészül. Jó, most elkezdett viszont gyarapodni a kaja, ennek örülök. Viszont az, hogy lehet ebben menteni vajon, mert... Oké. Okay. Save. Yes. Oké. Okay. Nehogy már az legyen, hogy... 10. nap kezdődik, ez nagyszerű. Ja, és mutatja, hogy ver a szíve. 1,5-öt ver a szíve ennek a nagy bigyónak másodpercenként. Hát nem egy... Nem infarktusban fog meghalni, az biztos. De ez cuki. Imádom ezt a izét, ezt az ilyen horn soundot. Na, hol tartunk? Jó, szép lassan gyülekezik a cucc. Fa az van, tehát csináljuk bele cuccot. Kő is van, csináljátok bele cuccot, jól van. Viszont még mindig mindenki dolgozik. Jó, 8-8, mindjárt elkészül a Village Doctor, és akkor onnantól lehet újra csinálni valamit. Jó, kis haver még mindig alszik, kifejeztet az irányító? 78%-on vagyunk, itt van fönt. De hogyha rámegyünk ide, akkor itt látszik is. 78%-on van a cuccos. Jó. Tényleg mindenki lakik valahol, ugye?
Igen, 18-an vagyunk, és 20 emberre van ház. Nagyon jó. Ez mi? Aha, igen, tehát, hogy itt most nem toxikus a föld. Azért tud feküdni. Jó, na! 84%, ezt tessék már fölépíteni, tessék vinni a palánkot, anyádnak palánkot, ez az. Mindjárt elkészül a Village Doctor, nagyon jó. Azt mondja, hogy most azt állítsam le, mert hogy most egyre nincs beteg. Le is veszek belőle egy embert, és az majd disable. Jó, és akkor most mondja, hogy Research a Scavenger 6. Na, akkor azt majd, hogyha ez kész van, akkor Scavenger 6. És csináljunk egyet, és küldjünk ki embereket egy misszióra. Oké. Okay. Soon. Viszont addig, amíg az nincs meg, én csinálok itt pofátlanul még egy ilyen berry gyűjtő nyavaját, mert itt van sok berry. Most kell föl a kis haver, de édes. Itt azt mondja, hogy 58%-ban ügyes, jó. Oké. Okay. Na, mert hogy az van, hogy azt a berryt, azt gyűjtse már le. Legyen egy picit több a kaja. Na. Közben a kis haver most megy. És itt fog nem sokára enni. Ez mi a túró? Shrine artifact, amivel tudást tudunk beszerezni. Hát addigra nem fog elkészülni ez a körbenéző kiküldős nyavaja. Na! Tehát a Scavenger 6-ot azt mindjárt tudjuk kifejleszteni. Figyelj! Na, oké, okay, és akkor Scavenger 6. Jó. Na, és akkor most tudunk viszont csinálni majd, hogyha ezt fölépítettük. Van fa, nagyon jó. Akkor csinálunk egy irányítót mindjárt. Mert az viszont szerintem bele fog most férni. Hornblower. Wood és wood plank kell kizárólag. Aha, és azt viszont csak itt tudunk építeni, így elől, gondolom azért, mert hogy itt tudjuk azt mondani, hogy hello, kis izéke, menjél abba az irányba. Jó. Na de először azért csak azért is ezt fejleszt ki, és megint kevés a kő. Tehát bányászni kő. Jó. Sajnos ugye itt jön elő. Aha, és itt már mondja is, hogy csináljak egy hornblowert és adjak neki horn commandot, csak azt pont nem látjátok, mert ott a fejem. Várjál, lehet, hogy fejemet átrakom a másik oldalra. Mert az most ott annyira nem fontos, hogy azt ott mit mond. Na és így már láttok mindent, tök jó. Útépítés nem használ nyersanyagot, ez legalábbis ez az út, ez egyelőre. Aha. Itt most Onbu eszik. Jó. Na, itt végre csinálják a berry izékét. Onbu eszik. És az azt jelenti, hogy a hunger az valószínűleg, ha megy lefele, nagyon jó. Óriási. Jó, itt akkor ez megint gyűjtögeti a kis berriket, ez nagyszerű. Berry arri. Viszont csak egy emberrel gyűjtöges, mert nagyon kevesen leszünk. Eszeget a kis kakamatyi, hát megzabálom. Ó, és itt most pont nem látjátok, várjál, arrébb rakom. Ovu, vagy Onbu evacuated its bowels, tehát magyarul, hát Onbu szart egyet. Ez történt most éppen. Deep in the forest.
A vándorombó épp enni készül. Nos. Nézzük, hogy hol tartunk. Kicsi ombu most megy. Sajnos elmulasztottam azt a pillanatot, amikor tojt egyet. Csináljad a wood planket, mint az állat, mert az kell az irányítóhoz. Akkor ügyes kis jót, meg kakil szépen, igen. Az ombu ez csodálatosan tojik. Na. És tényleg, mi jön itt a közelben? Romok vannak, meg... Expedíció. Valószínűleg jelzni szoktam, kakjának kellene nincs érni. Hát itt meg ugye azt hallom, hogy... És ezért leásnak Kínáig. És megássák itt a 7-es metrót, mert ugye itt van 6-os már van. És abból lehet hallani, hogy bizony-bizony, itt kakilva volt. Na, gyerekek, ha még egy palánk kell. Rágyorsítok. Ez ki és mit csinál? Semmit csinálja az utat. Jó, azt majd óvatosan. Jó. Valaki hozzon ide. Hopp, már hozzák a palánkot. Kérlek szépen, itt a palánk. Szia Vasi, köszönöm szépen. Vasárnap este építkezős hangulatban vagyok. És arra tökéletes a hangulat. Így, ez az, csináld. Jó, mindjárt fölépül. Nagyon jó. És itt majd jön egy valaki. Méghozzá ő. Nem. Ő utat megy csinálni. Na most viszont szép lassan jó lenne, hogyha megint találnánk embereket, mert bizony, aha, és majd itt lesz egy választásnál, és csak. És itt lehet megmondani, hogy éjszakra menjünk, vagy hát délnek, ez most érdekes, mert egyébként az tökre, tehát hogyha ez itt éjszak, akkor ez itt rohadtul kellett, de mindegy. Na most, megkaptam a klímabónuszt, még nem, de hát az ugye szeptember-október alatt jön meg valamikor. Na én azt mondanám, hogy én most megszavazom azt, hogy ennél a bigyónál ő menjen éjszakra, tehát erre. Ha ti egyetértetek ezzel, akkor ha beírjátok azt, hogy yes, még 24 másodpercetek van, ha beírjátok azt, hogy yes, akkor éjszakra fog menni, ha beírjátok, hogy no, akkor fölülbíráltok, és tovább megy ebbe az irányba. Na, megnézzük. Ez tök jó ez az integráció, és csak meg. Itt van, öten mondtátok, hogy éjszakra menjünk, és ketten bíráljátok felül. Oké, a döntés veletek együtt megszületett, éjszakra megyünk tovább, és Ombu elfogadta ezt a döntésemet. Nagyon jó. Ez baromi jó, ez nagyon tetszik ez a feature. Várjál csak, aha. És itt ráadásul, ahó, és még olyat is tudok kommandolni, hogy sétáljon, vagy fusson, vagy feküdjön le. Aha, hát akkor sétálj. Jó. Ez nagyon jó. Oké, eddig is sétál, de hogy akkor most megmondtam neki, hogy sétáljon tovább. No, és akkor a Scavenger 6-ot kell ugye megcsinálni, ami kifejlesztésben 67%-nál jár. És akkor utána csinálunk egy, tehát meg is csináljuk ezt a kunyhót. Úgy mondom meg ennek a dögnek, hogy itt valaki áll fönt, és akkor mondja, nagy erőkkel mondja. Tutul neki.
Ugye? Ugye, hogy milyen lábacskái vannak? Hát megzabálod. Olyan... Nos, hol tartunk? Igen, még bőven megyünk arrafelé. Az a jó kérdés, hogy... Hát ezt már valószínűleg nem fogom elkapni, addigra nem fejlesztem ki, pedig ott szerezhetnénk esetleg túlélőket. Na, ígyunk teát, ígyatok ti is, mert inni kell, inni kő, enni kő. Na kérem szépen. Enni, így van, enni kő. Na, miből van kevés? Szerintem addig vághatnának igazán egy kis fát, mert aztán, ha megint építkezni kell, akkor bizony nem lesz elég. Jó, az ott tök jó, és ott még van kő is. Azt nem tudom megnézni, hogy hányan... Aha... Jó. Látjának a kismacska narancssárga képet! Képet! Kép nélkül ez az információ, mintha nem is lenne. Na. Hol vagyunk? Jól van. Hát így kell könyörögni egy képért. Te mit csinálsz? Ó, Evelyn éppen evett egy kis bogyót. Miközben Grumpy megy a farmra. Na, hopp már. Tök nehéz rá kattintani. Elmár, éjszakra van úttorlasz. Ez tök jó. Ajaj, Poisoned Nomads. Az azt jelenti, hogy azokat majd meg kell gyógyítani a Witch Doktorral. Ami viszont már van. Szóval azokat be tudjuk fogadni. Ez viszont jó. Jó dolog. Csak remélem, hogy közben meg nem poizonálnak meg másokat. No kérem, az mennyire messze van? Ó, hát az még bőven messze van. Na, akkor addig ez megvan. 96%-nál van ez a scavenger hat. Ez egy nagyon jó dolog. Akkor azt mindjárt meg tudjuk konstruktálni. Most van fa is, van kő is. Viszont, aha, innen visszaveszek embert. Mert nem kell ennyi. Tehát most elég sok kaja van. Itt majd kell ember nagy erőkkel. Jó, mit csinálunk? Majd Ombu Kitchen, aha. Ombu Food vagy kaktusz. Ezek szerint gondolom el fogunk érni egy olyan helyre, ahol nem lesz kaja az ombunak, és nekünk kell csinálni gombából, ami ez. Jó, na akkor viszont csináljunk ilyen scavenger hatot. Ha megtaláljuk, hogy hol lehet azt. Na. Hol van a scavenger hat? Hello. Ja, ez az. Aha. Jó. Aha, és azt meg csak itt lehet a szélén. Jó, nekem 8. Csinálj akkor itt. Természetesen magasabb szintű fa meg kő kell hozzá. Szóval csináljátok, mint disznó. Igen, adjunk Ombunak a következő crossroadnál parancsot. Azt már adtunk mondjuk, de továbbra is adjuk. Most akkor még egyszer lehet szavazni ezek szerint. Ha azt írjátok, hogy yes, akkor megyünk éjszakra, hogyha azt írjátok, hogy no, akkor jövünk mondjuk keletre. Bocsánat, későn szóltam, azt hittem, hogy ez már eldöntött dolog, akkor
De úgy nézem, hogy továbbra is megyünk éjszakra, először egyre legalábbis hop-hop-hop, na, volt egy kis meggondolás, de úgy tűnik, hogy továbbra is megyünk éjszakra, nagyon jó. Oké. És akkor azt meg is ette ezt a dolgot. Oké, közben a scavenger hat akkor készül, nagyon lassan. Mert közben itt még vágják a fát is. Meg kell nekik fét is. Most van 20 fa és 6 kő. Hát akkor mondjuk legyen a kő egy kicsit priority, mert el fog fogyni. Na, nézzük, hol tartunk. Most fog megfordulni. Jó. Oké. És mert mindig csak 18-an vannak, viszont a kaja elkezdett sok lenni. Az jó. Konyhában csak egy valaki dolgozik. Most egy kicsit akkor rámegyünk arra, hogy itt valaki elkezdett már követ vágni. Itt visszaveszek ebből az emberből is, mert máskülönben nem leszünk. Kész! No. Jó, a village doctor az most nincs. Ja, várjál, egy valamire azért kíváncsi vagyok. Ezek is mérgezettek, tehát igazából tök mindegy, hogy melyik irányba megyünk egyelőre, úgyis mérgezett nomádok lesznek. Nos. Jönnek a kövek, nagyon jó. Az van, hogy ezek a drága nomádok, vagy hát most már falusiak, ezek nem keffentenek, és úgy nem lesz ebből új nomád, csak tényleg, csak ebből csak akkor lesz új nomád, hogyha vagy na, új falusi, hogyha összeszednek az úton. Hogy lehet így élni? Nincs kefe. Na, még három darab wood plank hiányzik. Lassan készül, nagyon. Ráadásul három darab fából lesz kettő darab palánk, tehát hogy ez elég szar, ilyen forgácsolódási hányadossal működnek ezek a drágák. Adjak hozzá egy workert. Na, nagyon jó, hogy ez a worker, ez még sétál oda, és most már ott van. Na és most elkezdett gyorsabban is dolgozni. Nagyon jó. Most amíg ezt megcsinálják, addig legyen két worker. Opp, és akkor ez meg már épül. Akkor egyelőre innen ki is szedem azt a workert. Ops, oké. Na, és akkor nyitunk egy térképet. Ez mi? Obu sleeping spot. Az lesz, hogy akkor én most már itt megvárom, amíg elérünk a izéig, eddig a nomádokig. Mert nem lesz elég attól félek, hogy nem lesz elég. Bár, figyelj, fire, kiküldhetjük őket. Jó. Na, formálódik az expedíció. Na, el is indult az expedíció, itt scavengelnek. Nagyon jó. Mert akkor lehet, hogyha fát visszahoznak, az ugye annyiban segít, hogy egy kicsit több fa lesz raktáron, és akkor nem kell állandóan ezért fát vágni. Ez viszonylag gyorsan is megy, ez jó. Azt mondja, hogy ennek ugye a gyorsasága az attól is függ, hogy milyen messze van az ombutól éppen. Jó, megscavengeltük. Akkor viszont megnézzük, hogy 10 fát hoztak vissza, hát azért nagyon-nagyon nem sok. A helyzet az. Ez kellemetlen. Na, milyen messze vannak ezek a nomádok? Ezek mindjárt itt vannak, tehát az van, hogy akkor újra nyitom a Village Doctort. És ráadásul belerakok két embert.
mert hol vannak most sokan? Workers Postnál. Tehát igen, jön is a Village Doctor, mert hogy azt mondja, hogy hozzak vissza tudást egy scavenging missionra. Szóval megnézzük, hol van. Na, és akkor ezek itt fognak mindjárt állni. És akkor itt fölbukkan egy ilyen valami, hogy mit csinálok velük, hogy befogadom-e őket, vagy nem. És akkor ugye be fogom őket most fogadni, mert szépen itt a kis Village Doctorok, azok elkezdték föltölteni a herb készletet. Na, ott vagyunk már? Most esünk át rajtuk. Oké, na. Azt mondja, hogy pick them up. Egy egészséges és három poisoned jött a village-be. Ezek itt poisoned. Kula bácsi poisoned, és Richard is poisoned. És ezek, gondolom, hogy akkor eljönnek ide a... Na, te mész meggyógyítani? Na, remélem, hogy ez most jön meggyógyítani a poisoned bigyót. Van-e a kitchenben? Ugye ezeket lehet csinálni. Jó, hát meglátjuk. Mi lesz, hogy a karácsonya? Bumbu Freeding. Aha, ezzel lehet etetni az ombut egy ilyen, mi az, tudod, ez a trebuchet, you know. Vagy cactus plantation. És ez meg vizet csinál, hogyha... Jó, egyelőre... Jó, az biztos, ne halljon meg az ombu, az tuti biztos. Na, mi van itt a... Te most gyógyítod? Tökre remél. Meggyógyult! Richard meggyógyult! Óriási! Itt van még I am Bex, aki szintén egy kicsit... Itt mi van? Storage full. Akkor kell csinálnom ide még egy ezért? Egy víztározót? És várjál, most ugye közben csináltunk. Mit fejlesztettünk ki legutóbb? Jesus fuck. Scavenger food stand. Jó, Village Doctor Warehouse. Na most éppen mit fejlesztünk? De furán mutatja, mit fejlesztünk? Aha, azt mondja, hogy legyen legalább 20 villagerünk, az meg is van, és 100% boldogság legyen. Hányan boldogok itt most? Azt nem mutatja. És olyan tudjuk őket megboldogítani. Ő boldog. Ja, az Ombu Kitchent csináltuk meg. Jó, azt most egyelőre még nem építek. Hanem akkor csinálok még egy water tanket. Hogy legyen vízünk bőven. És ezen kívül, basszus, akkor lehet, hogy most csinálok egy ilyen itt sleeping-el úgyis. Akkor menjen el fire, egy csapat. Itt majd az ombu kajál, tehát ráér ez a cucc. Most ide esetleg menjen el tudásért. Majd elmegy. Itt most ez forming, nagyon jó. Jaj, de bírom azt a játékot, ez tök jó. Na, tehát a Stonebook Kitchen-t azt egyre nem építjük meg. Itt épül a második víztározó, nagyon jó. Épüljé, legyen kő. Nekem itt kő. Oké, már építik is. Mi ez? Fresh air, free from any toxins. Én nagyon örülök, eddig nem volt az. És itt ez mi?
Jó, hogy ez az ő alvó helye. Értem, hogy ő olyan helyen alszik, ahol friss a levegő, mert leteszi a fejét, hát tök logikus. Közben 12 fát visszahoztak. Na, akkor most figyelj, most elmegyünk tudásért. Hát figyelj, menjünk el ide tudásért. Oké. Okay. Hát most elindultak. És itt lassabban megy a scavenging, mert messzebb van. Hogy feküdt már le? Hát megy, milyen édes, nem? Na, mink van és mink nincs. A Witch Doctort vagy Village Doctor, miért Witch Doctor? Azt szerintem én megint lenyomom, mert most nem kell őt használni. Mindenki egészséges, mindenki boldog. Csináljuk már azt, hogy gyűjtünk mushroomot, csak hogy legyen még időben. Sea Train! No. Aha, kulabácsi, ja, mert home lesz a kulabácsi, értem. Kell csinálni még házat, mert kulabácsi nem tud hol lakni. Ez nagyon kellemetlen, éppen ezért. Így, és akkor csinálunk még tente babát. Igen, ezt elfelejtettem, hogy jöttek új emberek, és nincs hol lakniuk, tehát az így annyira nem oké. Okay. És azért nem boldog mindenki. Jó. Na, közben hol vannak a scavengerek? Tessék megmutatni. Még mondjuk harmadnál, jó. Ombu még erőteljesen alszik, 25%-ban éhes, és egyáltalán nem poisoned, jól van. Itt mi van veled? Storage full. Aha, akkor kell csinálni még egy material storage-ot is, de először tessék megcsinálni. Igen. És nincs elég fa? Nincs elég fa, meg őrülök, hogy ez van állandóan. Majd a következő scavenge mission az izé lesz, azok fire mennek. Na, most viszont akkor szép lassan már mindenkinek lesz háza, ezért, és mindenkinek van mit enni, tehát tökre remélem, hogy mindenki. Szedjek neked is gombát. Oké, okay, valamelyiket neked fogom szedni. És ráadásul esélyes, hogy nem sokára valamelyik lakót úgy fogják hívni, mint téged, ugyanis ez a játék össze van kapcsolva a Twitch-sel. És az új, tehát például itt van Jeges Maci, aki megy hörböt termelni. Nagyon jó. Tehát lehetséges, hogy majd hirtelen te is megérkezel egy következő csapattal. Hopp, fölkelt a majom. Nézd, indul, jaj, totty. Jaj, de anyja istenem, kis majomka, hát megeszem a lényét. Ancuki ez. Na, és elindultunk újra, és itt a következő, az majd az ő zabáló helye lesz. Innen mindjárt visszahoz valami tudást, ami bármi is, és utána elküldjük szerintem valamelyik ilyen faszerző akcióval. Na, hányan boldogok? Azt hol látom, hogy hányan boldogok? Ez tök jó lenne még azt is látni valahol, de azt nem látom. De hát ezért work in progress a játék még. Jó, te itt mit gondolkodol? Bad food quality, hát menjél már! Hát tök jó a food quality, mit akarsz? Hogy csináljam még neked azt, hogy jó legyen a food quality, te gyerek?
Jó, dolgozzanak itt ketten, és akkor több lesz a leves. Oké. Ő boldog, nézd meg, ő boldog. És te? Tessék, Evelyn is boldog, nézd meg. Mindenki boldog. Majdnem. Oké. Na, mi történik odakint? Scavenged, várjál, mi? Aha, egy tudást hoztak vissza, és az mi? Hol látom én, hogy tudás van? Tudok valami újat építeni? Ja, várjál, itt, aha! Értem. Aha, ezekhez kell majd tudás, akkor ez még olyan nagyon-nagyon nem kell nekünk. Akkor viszont hozzatok fát. Hozzatok fát, mert az kell. És majd itt lesz egy következő útkereszteződés, amit majd megszavaztatok, ha már többet látunk, hogy hogy mi van ott, és akkor itt egy mentést is eldobunk. Nos. Akkor most jó, itt aranyosan termeli a berrit. Igen, itt nincs elég hely a berrinek, tehát kell csinálnunk egy tárolóhelyet. Tessék, tárolóhely. Mindjárt megépül, és akkor itt a berristák. Na, iszonyatosan sok berri van. Mi van akkor, hogyha ezt a cuccot ezt most lenyomjuk. Itt van egy másik berrista, ami sokkal jobban működik eleve. És akkor ez most itt nekünk nem kell. Ezt itt dekonstruktál. Kíváncsi, hogy marad-e utána. Marad utána fa meg kő, meg itt maradt a berri is. Nagyon jó. Na, ennek örülök. Ez tök okosan van megcsinálva. Boldogság. Már viszik is oda a fát, és aztán elkezdik konstruktálni. Nagyon jó. Milyen okosak ezek a kis falusiak. Jó. Közben fejlődik a következő valami, ami a... mi is volt? Ami a Cactus Plantation, igen. Azt hiszem. Nem, hanem a... valami az állatnak. Ja, aha, hogy vannak itt ilyen dung collector, figyelj! Tehát össze tudjuk gyűjteni a kakiját az állatnak, amivel biogáz és fertilizer, mi az, műtrágya tud lenni. De jó. És itt pedig Ombu Doktor Sleep Command, tehát bármikor ki is adhatjuk neki a parancsot, hogy aludjon, és Ombu Kitchen. Jaj, de értem, de jó. Na, minden esetre az még egy ideig eltart. Ezek itt hozzák a fát. Itt úgyis aludni fog. Szerintem elküldünk majd még egy adag népet fáért. Oké, ezt itt így el is küldjük, azt is fáért. Nagyon jó. Stopp, várjál, itt ez mi? Az semmi, oké. Na jó, akkor miből van kevés, mert azt kell itt egy kicsit megoldani. Igen, most úgyis fát hozunk. Akkor követ tessék addig gyűjtögetni. Ja. Mert abból van még kevés. Itt tudunk még csinálni minden. Konyhából van elég, igen. Mi az, hogy mycologist? Aha, ő gombákat tud termeszteni. Most az egyelőre nem kell nekünk.
Bridge Doctor, igen, Exploration. Egyelőre nem tudunk más csinálni. 12 fát hoztak vissza a scavenging party-ék. Elküldjük őket még valahova? Persze, hozzatok fát, mint a szélvész. Végül is. És meg tudom futtatni is az állatot, azt gondolom akkor kell, hogyha valami nagyon hülye környéken van, ahol neki nem jó. Jaj, hát ez egy mennyire aranyos játék, én mindig tök így, ilyen tök örülök neki, hogy ezt így betaláltuk. És most, hogy megy, most 3 BPM-mel, tehát másodpercenként 3-at ver a szíve ennek a kis állatkának. Jól van, gyűlik is szépen a kő. Fát azt most nem vágunk, mert azt hoznak vissza az explorálók. Igen, ott jön. Na most, ki nem termel éppen? Ez a bear is, ez nem termel, mert tele van az inventória. Kéne csinálni még egy gonyhát? Hogy az meg berry leves csináljon? Lehet, hogy azt kéne, amíg itt most éppen nem történik semmi, hogy addig csinálunk egy ilyen gonyhát. És... Ja, minit? Hát akkor ráadásul izé, tehát percenként 3-at ver a szív, az kérem szépen, az elég nudli. Tényleg nem egy ideges állat. No, kérem szépen, akkor ezt gyorsítsuk egy picit meg. Ez az, hordjátok ide a stuffot, nagyon jó. Hopp, Ombu elkezdett zabálni. Nézd, eszik. Jaj, de kis cuki mókus, hát megzabálom, illetve ő zabál meg valamit. Na, és viszont egyre közelebb vagyunk a... Na itt akkor figyeljetek, most direkt egy kicsit előre szólok, tehát akkor itt most megint kiadjuk a parancsot, hogy éjszakra menjen, vagy pedig keletre. Én most alapvetően azt fogom mondani, hogy jó, ő továbbra is azt mondja, hogy ez délen van, mindegy, tehát én azt mondanám, hogy jöjjön erre, mert itt van egy kő is, meg itt van egy falu, ahonnan új embereket tudunk behúzni. Tehát én azt mondanám, hogy itt ő jöjjön errefele. Hogyha szerintetek is, akkor írjátok azt, hogy yes, hogyha mégiscsak éjszakra szeretnétek menni, akkor írjátok, hogy no. És most van rá kb. 20 másodpercetek. 3-on már egyetértenek. 4-en is egyetértenek. Nagyon jó stratégiák vagytok, legalábbis úgy tűnik. 5-en egyetértenek, óriási. 7-en, teljesen egyértelműen 9-en azt mondják, hogy jöjjünk erre, és Ombu el is fogadta. Ez csodálatos. Jól van. Nagyon ügyesek vagytok, és köszönöm szépen a döntéseteket. Na, és akkor most mit csináltunk? Jó, most viszont kaktuszt csinálunk egyre, Ombu nem tűnik olyan betegnek. Most kifejlesztjük a kaktusz mi a fenét. És ez berry műzlit csinál, és ezzel majd lefogy akkor a berry állomány is. Berry arri. Oké. Okay. Most egyelőre akkor minden fiszifasza. Mit fejlesztettünk ki most? Nem, Hornblower-t. Ombu Kitchen-t fejlesztettünk ki, de az most egyre nem kell nekünk, mert van mit ennie, illetve most így evett eleget. Azt nem látom, hogy itt lesz-e majd kajálós helye. Minden esetre szerintem, várjál, itt azt mondja, hogy a settlement. Átküldjünk el ide egy partit addig, amíg ide nem ér. Itt hát, ha lesznek izék, még menekültek, vagy kaja, és per vagy kaja. Na jól van, nézd meg, ahogy megy. Hát te megzabálod. No, kérem szépen.
Oké, itt csinálják a berry műzlit. Itt csinálják a beet soupot. Doki most ugye nem működik, mert nem kell neki. Tényleg is ez a fa... Aha, sawmill és ez carpenter. Aha, tehát majd egy fűrészmalmot ki lehet fejleszteni, és akkor itt emellé be lehet pakolni, és az szépen kifűrészeli. Jó, nagyon jó. Okidoki. 2%-ban éhes, 29%-ban álmos, nem mérgezett. Olyan véletlenül túl sok alapanyagot kevert össze, és két tortát kézzel bele fogunk dögleni az ananaszos túratortába. Nagyon szívesen segítek, hogy ne dögöljetek bele, ha érted, mire gondolok. Ananászos dúródóra, azt meg nem enném. Na, itt ez kevencselődik, itt pedig majdnem sokára elindul jobbra a kicsi állat. 131,40x kilométert mentünk idáig, nagyszerű. Oké. Nyitom az ablakot. Oké, mindenki nagyon ügyesen csinál mindent. Scavenger hat az most éppen. Igen, mi az? Jó. Ez most itt történik, és 22-en vagyunk, és 28 embernek van lakhely, tehát ez egyelőre tök jó. Ha esetleg valakit találunk majd itt. De még az egy kis idő. Tehát, mehetünk vissza. Jó, mit építsünk még? Tehát kaja az van most bőven. De igazából mindig, amiben shortage van, az kb. A fa, meg a kő. Most egyelőre azért nem építek többet, most csinálják csak a dolgukat. Nem akarom elvonni őket attól, hogy mindenféle dolgokat csináljanak. Itt ez még bőven scavenging, hát szerintem rá is tolok egy kicsit a gyorsaságra. Ez nagyon lassan csinálódik. Ez bizony lassan csinálódik. És akkor most el is indultunk a megszabott irányba. És hát itt még mindig felénél vagyunk. Jó, nézzük meg közben, mi történik. Ah, és itt lehet neki megmondani, hogy etessük-e, vagy gyógyítsuk-e éppen meg. Hát ez cuki. Na jó van, tessék most már hozni a bármit. Nem tudom, mit fognak itt találni. De hozzad a bármit, mindjárt meg lesz az. Na, 3, 2, 1, és puty! 22 kenyeret hoztak, hát ez nagyszerű. Akkor most ide viszont gyorsan menjenek el kőért. És utána meg el fogom őket küldeni az faluba. Hú-há-há. De jó lesz. Ez most gyorsan meg lesz, mert az közel van. Corn Plantation vagy Ombu Doktor? Vagy heat resistant little water. Ja, most egyelőre csináljuk ezt. Jó. Na. Igen, itt mindjárt találnak is valamit. Öt fémet hoztak. Nem árt tudni, hogy majd fém is kell nekünk. Na itt viszont akkor szépen menjenek el és keressenek falusiakat. Kell nekünk még ember. Ez egy jó dolog, ez a scavenging dolog. Na, mit fogsz találni? Mit fogsz találni? Muti. Úgy. Ja igen, hogy itt akkor ki kell találni. Persze, jöjjenek, mint a szélvész. Igen. 3 egészséges és 2 éhes. Hát figyelj, kaja van. Jó, addig menjenek el ide bányászni. És megnézzük, hogy kik jönnek. Dr. Fantastic. Csap-csap is itt van már.
Hasi 92. Nightbot, beszarsz, itt van Nightbot. Jó van. Dobison is itt van, tessék, és Dobison éhes, de hát menjél kajálni. Ja, azt mondja, bad food quality, hát menj a francba, olyan kaják készülnek itt, hogy megőrülsz. Jó, most már viszont nem komplénál. Na. Jó, viszont, ja igen, viszont szerintem akkor nincs mindenkinek lakása. De, 27-28, jó. Az egyet még építünk gyorsan. Legyen már az, hogy... Jó, és öten nem tudják, mit kezdjenek magukkal, adok én nekik munkát nagyon gyorsan. Nagyon jó. Úgyne. Amit itt addig találnak, az szépen gyűjtsék bám. Na, mennyi az idő egyébként, mert ez szép lassan abba fogom hagyni a streamet, még egy 7 óra 40, tehát szerintem 8-kor abba fogom hagyni, mert vicca hamar kezd holnap, és hogy akkor ne zavarjam sokáig. Jaj, nagyon jó. Na, csak akkor már mindenkinek van hol laknia, valakinek még mindig, Nightbotnak még mindig nem tetszik a kaja minősége, amit nem teljesen értek, mert dolgoznak a konyhák, szóval nem tudom mi a para. Jó, közben megyünk, itt mindjárt hoznak, 7 fémet hoztak, nagyszerű. Hop hop, small poison forest, ajjajjajjajjaj. És Ombu hátán is mérgezett növények lesznek. Na akkor el kell kezdeni csinálni a különböző ilyen Ombu gyógyító dolgokat. Amit most még nem tudunk. Igaz? Igen, mert még csak... Ombu megint kakált, és nem látjuk! Jó, mi készül most éppen? Mert akkor most legközelebb viszont csináljunk ilyen Ombu gyógyító nyavajatörést. Ja igen, most Corn Plantation készül. És akkor mindjárt csinálunk Ombu gyógyítót. Ombu doktor, így van, plutty. És rohadt gyorsan csináljad, mert még mielőtt odaérünk a... Ajaj! Ajajaj! Alapanyag még van, amiből csinálhatjuk. Hát ez nem lesz meg időben, de majd meglátjuk. Szerintem még most nyomok egy szévet és egy új save file. WZ02 Plüty. Hát, ez lassan készül. Viszont ketten nem tudnak mit kezdeni magukkal. Akkor ők menjenek addig gyűjtögetni. Ajaj, itt baj lesz. Itt baj lesz, kérem szépen. És ráadásul Álmos is szegénykém. Most, hogyha itt lealtatjuk... Mi van akkor, hogyha itt lealtatjuk? Megnézzük, hogy ettől elkezd-e elromlani a kis egészsége neki. Na? Bedől, szombuka? Jó. Na és most ezt a mutatót kell iszonyatosan nézni. Hogy elkezd nőni a poison szintje. De nem, aha, ő csak ilyenkor letérdel, de nem, nem kezd el aludni.
Viszont a méreg szintje egyre nem nő, ez mondjuk jó. Aha, már csak szittel. Aha. Na, és ezzel, ha még egyszer rányomunk, akkor elalszik? Nem. Jó, minden esetre talán ez jó lesz arra, hogy addig kifejlesztjük az ombu gyógyítást. Settlement. Hát addig vágjatok fát. Na, nézzük. És hárman megint nem dolgoznak. Ami... Jó, azt nem tudjuk még kiszedni. Hárman nem dolgoznak, akkor... Vajon, hogyha ide veszünk, még nem tudunk a research buildingbe több embert fölvenni. Tehát a fejlesztés nem tud gyorsabban menni. Hát ez bizony kellemetlen. Na mindegy, akkor egy kicsit most rámegyünk a sebességre. Lassan megy a fejlesztés. Nagyon lassan megy. Hopp, elindult újra? És kutyó, elindult magától. Hát ezt nem lehet örökre csinálni. Hát talán. Talán kész leszünk, mielőtt nagy baj lenne. Azt mondja, hogy... Magnificent tree. Igen, itt most ugye azt kérdezte, hogy van egy ilyen varázsfának tülő valami, azt kivágjuk el. Mondtam, hogy hát ez inkább nem. Jó, ombuka. Kicsit bajosnak látom azt, hogy elkészüljön az ombudoki, de nagyon remélem, hogy még tehát, hogy nem lesz sok bajod. Jó, és mindenki dolgozik, ez jó. Ajaj. Jó, hát közben... Jó, hát közben jöjjenek el még villagerekért. Idő van. Ásít az ombu. Nehogy ott feküdjön le, nehogy pont ott feküdjön le, mert akkor megszívjuk. Attól félek, hogy ez pont ott fog lefeküdni. Itt viszont van majd egy normál fekvőhelye, tehát viszont... Hát jó kérdés, hogy ez a terület micsoda. Hogy ez most azért más színű-e, mert hogy az ott valami rossz fertőzés van. Ajaj, na mindegy, 51%-nál vagyunk a fejlesztésben. Kicsit rágyorsítok. Na és akkor most van az, hogy igen, tehát hogy most elkezd nőni a toxicity level, és az ombu hátán is nőhetnek esetleg mérgező plantek. Ezt igazából azzal kell akkor nagyon gyorsan megoldani, hogy a dokit újra aktiváljuk. Hopp, és ott van, tessék. Ajjaj. És ezzel mit tudok csinálni? Vágjátok ki, mint a szar. Jó. Ott is van poison plant. Ajja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 j
viszont vannak idle workerek, tehát Poison Tree vágt ki. Ezt is vágt ki. Ójjaj. Az a lényeg, hogy falóhoz ne legyenek nagyon közel, mert... És Ombu belefeküdt az egész közepébe. Belefeküdt az egésznek a közepébe, ez nagyon szopó. Itt is van egy poison plant az út közepén. Átköszi.
Ajjaj. Jó, csak ásított. Azt mondja, destroy all poisonous plants. Hát akkor ezt most végig kell keresgélni, hogy hol van még. Ez is poisonous plant. Meg ez is. Jó. Egyet ott kiírtottak, nagyon ügyes. Ezt itt éppen írtják. Ja, kiírtották. Oda csináld vissza az utat. Jó. Na, hol van még ilyen szarság? Még három van valahol, azt mondja. Na, aha, egyet itten dolgozik, igen. A négy van, ahogy ezek folyamatosan nőnek, amíg ezen a szar helyen vagyunk. Most mondjam azt ennek a drága jószágnak, hogy húzzon innen a halálba. De tök fáradt. Jó, még egy kicsit itt ezt megvár. Jézus anyám! Nem jó ez. Viszont közben talán elkészül ez az ombu doktor. És... az hát, ha segít. Jó, ezeket írtsuk. Jó, itt legalább nem lett új. Tehát ide... highest priority, mint a barom. Na, talán van még valahol ilyen szírszar. Viszont az van, hogy 2%-ban poisonous, vagy poisoned az ombu. Tehát lehet, hogy ez gyorsan, majd ha kész lesz a dokia, akkor meg tudjuk oldani. Közben viszont az érdekel, hogy innen... itt volt valami falu, ahonnan így... ezt lehet, hogy elmulasztottuk, hogy itt a scavenging party az... az visszajött volna. Hát ezt elcsesztük, mindegy. Na. Jó, egy van még valahol. Hol van még? Mérgezett fa. Vagy milyen mérgezett szötty. Szóval, hogy nem látok egy csomó mindent ezektől a ronda gőzöktől. Hol van még? A franc. Nem az... felirat még ott... igen! Azt... ja, felirat még ott volt? Ja, scavenging van, aha! Jól van, oké. Okay. Szóval azt keresem most, hogy hol van még az az egy darab... plant... ami... ami mérgezett. Ez lehet, hogy nem ilyen mérgezett fa, hanem megint az is csak egy ilyen kis ilyen bludgy. Hát esküszöm, nem látom. De jó lenne, ha valami mutatná, hogy hol van a mérgezett bigyó. Egyszerűen nem látom. Ott van, hol, melyik rész? Azt mondjad meg, hogy így jobbra, balra, fönt, lent. Mert én bizony. Hopp, és közben jönnek vissza. Jó, jöjjenek.
2 egészséges, 2 hungry, nagyon jó. Basszus, nem látom, hogy hol van. Hát, megőrülök. Jó, mit építsenek? Hát, igen. Basszus. Kb. Tűt keresek a szénakazalban. Ha bárki látja, hogy hol van még egy ilyen kontaminált dolog, és esélyesen most nem egy fa, hanem kb. Az egész annyi, mint ez a kis kődarab. Csak ilyen kék szöty. Hopp, és közben viszont meg lehet építeni a Ombu doktort. Jó, de továbbra is. Rendben, szia drága Grandfake, köszönöm, hogy itt voltál. Na, hát akkor most rá fog közelíteni, hát ez most máshogy nem megy. Miért nem látom? Köszönöm szépen a cuki sárkány nevében, remélem, hogy nem lesz semmi baja. Ez az, megvan! Azonnal gyertek ide és nyírjátok le nekem. Hopp, már jön is, jön. Igen, és reproduction ráadásul, tehát hogy ha nem sietek. Igen, takarta a fa, és pif, ez az. Jó, na most drága kis bombukám, szerintem indulj el. Szerintem indulj el, mert ez így nem jó neked. És az Ombu doktort az így aha, és hogy itt most segíthetek neki levinni a poison leveljét, nagyon jó. És ráadásul jobban fog bennem bízni a kis állatka. Jó, ezt most itt csinálják az antidótot, nagyon jó. Na most 31-en vagyunk, és csak 30 housingunk van. Tehát közben csinálni kell még gyorsan egy házikót. Oké. Okay. Fa, kő, nagyjából minden van. Ide küldünk egy partit. És itt meg én azt mondanám, hogy küldjük el éjszakra, mert akkor itt tud aludni. És mivel azt mondja, hogy Free of any poison, és ennek ugyanolyan színe van, mint ennek a résznek, én azt gyanítom, hogy ezen a részen itt poison free minden. Tehát itt majd nyugodtan tud aludni az Ombu. Itt viszont vannak nomádok, de most van egy csomó emberünk, most nem nomád kell, szerintem. Na, jön a következő szavazás, kedves emberek. Tehát, hogy itt, ennél a pontnál, és majd ahogy elindítom, akkor tudtok szavazni, ennél a pontnál fölfele jöjjön a rózsaszín fele, én ezt pártolnám, mert itt tud egy normálisat aludni méreg nélkül, vagy jöjjön ebbe az irányba, ahol nomádok vannak, amire szerintem most nincs annyi szükségünk, mert most egy csomó embert fölvettünk. Szóval én azt mondanám, hogy éjszakra menjen, ha egyet értetek vele, akkor ahogy rákattintottam, akkor írjátok, hogy yes, ha nem értetek egyet velem, és erre szeretnétek, hogy menjek, akkor írjátok, hogy no, figyeljetek, megyünk tehát éjszak. Aki egyet ért az éjszakkal, írja be, hogy yes. Aki nem, az írja be, hogy no. Iszonyatos méretű egyetértés van velem, hát nagyon-nagyon kedvellek én titeket.
óriás. Kernyó ráadásul ebben a chatben az első üzenetével egy yes-t dobott be. Csuda lények vagytok ti mindannyian. 11-0 az arány, és megyünk szépen északra. Ombu el is fogadta. Óriási. Na. Na most Cure Health, igazából sebei nincsenek, tehát nem kell begyógyítani. Megint csak nulla a poison levelje, óriási, nagyon jó. Szerintem én itt nyomok is egy mentést, mert ilyen jó még sose volt. De ezt egyelőre egész jól átvészeltük. Jó, na most itt igazából az Ombu doktort egyelőre lenyomom, mert nem kell Ombu doktor. A Village Doctort is lenyomom. És közben itt készül a nagyobb fajta ház. A nagyobb fajta ház az azért lesz jó. Itt van ez a hat készül. Ami egyrészt produktívabbá teszi az embereket, akik ott laknak benne. És jobban megvédi őket a mérges levegőtől. No, hát ez eddig jól hangzik. Na, és akkor közben megnézzük, hogy pontosan 20 óra van, azaz 8. Szóval én azt mondanám, hogy dobok egy... Nem, megvárom még, míg, hogy innen kik jönnek vissza. Utána pedig dobok egy mentést, és aztán akkor valahova oda rédelünk jól. De ez szerintem egy ilyen teljesen kis nyugis és ilyen csillezős napi, hogy hívják, volt. Én ezt nagyon kedveltem. Azt nézem még, hogy farm, igen. Ó, igen, és akkor most van az, hogy Settlers, jöjjetek hozzánk, ketten jöttek még, ketten, akik éhesek, kik jöttek, te ki vagy, Pezsóró jött, és Lost My Hat érkezett éhesen. Remélem, hogy mindjárt kapnak kaját. Tök jó. Jó, egyelőre most mindent megépítettünk, amit megtudtunk. Akkor dobok itt még egy mentést. És akkor szerintem ezzel az erővel én ki is lépek a játékból. Én nagyon-nagyon örülök, hogy ezt csináltuk. Ma tökre becsillesztem tőle. Most már csak annyi van hátra, hogy megnézzük, hogy kik streamelnek így mostanában. És valakihez oda töttyenjünk. Én tudom is, hogy hova menjünk, ugyanis Kisagyszonynak 2 éves a csatornája, és ő most ilyen kb. Egész naposat streamel, és még talán ilyen giveaway-ek is vannak, meg minden egyebek. Szóval most elmegyünk most hozzá, és gratuláljatok neki nagyokat a 2 évéhez. És mi pedig, hát jó kérdés, amikor találkozunk, megint egy kicsit nehezen tudok előre tervezni, de szerintem ilyen hétfőd legkésőbb kedden fogunk egyet streamelni, ugyanis kijön akkor, de szerintem kedden, mert addigra biztos, hogy kijön, ugye az új Monkey Island, és abban mindenképpen bele kell néznünk, és ezt a játékot is fogjuk folytatni, mert nekem legalábbis nagyon tetszett, remélem, hogy nektek is. Legyen szép estétek, álmodjatok szépet, kezdjetek mosolygósan és pozitívan, már nem Covid pozitívan, hanem boldogság pozitívan a következő hetet, és aztán akkor nézzétek a Discordon, hogy mikor folytatjuk. Örülök, hogy itt voltatok, és akkor most megyünk a csatorna szülinapos Kisagyszonyhoz. Hello! Ez így nem megy.